Nagy nyüzsgés volt már kora délelőtt a csónakázó tó partján, aztán 11 órakor Kocka Tibor sportért is felelős alpolgármester pisztolydörrenéssel elindította a versenyt. Az 1500 méteres úszás és a 25-26 fokos vízhőmérséklet, de a szombathelyi nárai pornóapáti horvát lövő vaskeresztes felső csatár Narda Torony Sé szombathely útvonalon teljesített 40 kilométeres kerékpározás, és a 10 kilométer, azaz 4 kör futás és persze a nyári meleg is próbára tette a versenyzőket. A győztes immár sorozatban harmadszor a tiszaújvárosi Hankó Dávid lett. A kerékpárra fektettem most a fő hangsúlyt, ott szerettem volna a legjobb időt menni, illetve futáson szerettem volna egy erődemonstrációt tartani. Az elmúlt versenyen nem sikerült annyira jól, ahogy szerettem volna, ezért megpróbáltam itt. A győztes mögött jó 3 perccel futott be a második helyen Ruhás Dávid, a harmadik pedig a Lőrinc 2000-es triatlonosa Ovád Zsolt lett. A vaslédik versenyét a ferencvárosi színekben induló Csomor Erika nyerte meg. A duatlon világbajnok nője magabiztos győzelmet aratott szombathelyen. Az igazság, hogy még fáradt voltam, 2 hét előtt csináltam egy Ironman-t, és a lábaim még elég macskásak, úgyhogy csak arra törekedtem, hogy megnyerem a versenyt, igazából az időre nem hajtottam. Meg hát nehéz volt, egy kicsit meleg volt, bringa szeles volt. Hát jó lett volna 2 órán belül, de hát nem lehet telhetetlen az ember. A versenyigazgató sikeresnek értékelte az idei versenyt. Én azt gondolom, hogy egy sikeres versenyen vagyunk túl, az egyik legsikeresebben. Ez hozzájárult az is, hogy nagyon jó időnk van, hozzájárult az is, hogy megújult környezetben tudtuk őket fogadni itt a csónakázó tó partján, és hála Isten nagyon sok szurkolónk van, ami feldobja a versenyt, úgyhogy nem csak a versenyzők száma nőtt, hanem azt gondolom az érdeklődőké is. Jerse Andrástól azt is megtudtuk, hogy már ezen a héten nekikezdenek a jövő évi Vasi Vasember megszervezésének.